No, figre! Te mi vagy? Sziasztok és üdvözleteket a következő hashtag SlimeTime videóban itt Ernesi Gergő csatornán, ahol napi királyságos videók vannak minden egyes nap 18:00-kor, és ne felejtjétek el egyet napi videó. Szóval, annyira sokan kértétek tőlem, hogy térjek vissza a Slime Rancherbe, hogy nem tehettem mást, mint az, hogy visszajöttem. Úgyhogy azunk is egyet, 34. napom. És hát nézzük akkor, miből gazdálkodunk, mert megmondom nektek őszintén, azért fejeztem be ezt a sorozatot, mert hát túlságos mértékben monoton lett, és túlságosan sokat kellett foglalkozni a játékkal, úgyhogy igazából annyira nem is volt érdekfeszítő számomra, de mivel, hogy akárhány rendezvényen voltam, mindenhol azt kértétek tőlem, hogy Gergő, mikor lesz Slime Rancher, Gergő, térjen vissza a Slime Rancher, úristen, az irányítása. Úristen, messziről nem olyan volt, mint egy kacsa. Mint a karcsi a kacsa itt is itt lenne. Pedig ugye itt van a játékban ő is, meg hogyha szeretnél teljes mértékben saját nagyon menő prüss karcsi a kacsát, akkor első link a leírásban te is be tudod szerezni a sajátodat. De... Szóval azért, ha fejeztem be... Úristen, ez mennyi plor... Azt az eget, 90-et összegyűjtött? Ó, baj. Amíg én nem voltam, ők dolgoztak. Mert ugye itt volt automata etető is. Ó, már ezt az egyet fel is, nem is tudtuk felszedni. Na, hát szóval, hogy segítsetek kérek szépen, hogy ha szeretné... Az hogy szabadult ki? Ha szeretnétek, akkor mindenféleképpen ennyire folytatást, akkor hogy hogyan folytassuk, mi legyen a fő cél, mert ingyen mutatom nektek, hogy mi a probléma, mit a játékkal, az az, hogy ugye, hát hagyjuk is ezt a kiszedést oda-vissza 5-6-szor, mert még azt mondom, hogy ezzel el vagyok. De az, hogy az ilyen fejlesztések annyi grindelésbe kerülnek, tehát hogy annyit kell szenvedni itt, hogy az hihetetlen. Tehát most nem is fogom az összeset kigyűjteni. Na, gyere meg! Most ezeket még nem gyűjtötted be? És pont ha 40 volt, kérdesség. Úgyse itt meg már 100? Na, méresek ki, úristen! Hát el kéne frissíteni a fegyverünket is. Így, és még ebből is 64. Jó baj, dolgoztak, meg még bent is vannak, szóval ezen az egész játék igazából. Ó, te. De nem baj, megpróbálkozunk vele, majd mindjárt megpróbálok fejleszteni, hogy több férjen bele. Viszont ez annyira satisfying eladni. Figyelj, ide gyorsan ma begyorsul. Most őszintén. Ezek viszont nagyon keveset érnek tizet, és ugye minél többet adsz, azt az eget kaptam, ami a csimmentet. Prolt Powerhouse. Hű. Hű, 5800-unk lett. A baj. Juhu. Quick New Buck. Milyen achievementeket kapok. A bentieket is meg akarom nézni, mert szerintem ott is lett gyűjtögetve néhány par. Szóval, hogy... Ugye ideig az volt a játékban a legjobb, de mondjuk ezeket felszedem. Ideig az volt a játékban a lényeg, hogy ugye ezeket csináltuk, új számokat fedeztünk fel, de már egyre többet kell... Mit keresel itt kint? Egyre többet kell kint lenni, ezeknek például mi a kedvencük? Slime, vagy a Brierhen, és ők mivel vannak? Vagy a Honeyval van összekeverve, igaz? A tökéletes ez a mentás mangó a kedvencük, úgyhogy kapjanak is egy keveset az etetőbe, meg áú, dobálok be nektek ide. Ezt egyétek meg, úristen, mennyi mindent adtok így magatokból. Te mit keresel itt? Áú, de hogy repül ki? Nyugalom. Jesus. Jó, már nem is tudom, hogy hol tartottam, megmondom nektek őszintén. Na de ne ess már ki. Ja, de várja, az a red, ez nem is ide való. Az istenit. Ez oda való. Ó, hogy a bokke... Na jó, igen, erről beszélek. Gergő ügyeskedett. Jó, ebben már úgyse tudok többet gyűjteni, ebből jöhet még. Áú. Ó, boy. Ezt kértétek, srácok? Én csinálom, amit mondok. Itt akkor, hát ez szökött ki, meg rossz helyre beraktam. Mindegy, a ratportot begyűjtjük belőle, a többiben már úgysem fér több. Jó, még esetleg ebből 9-et. Jó. Szóval, hogy... Ó. Na várjál, erre mi van? Mert még tudom, hogy van valahol egy nagy slime. Na,
Pontosan ezekről szerettem volna itt beszélni, de akkor még visszaviszem, ezeket eladom. Ezek is kiszabadultak. Amíg nem volt, amit óriási káosz lett, szóval, hogy arról lenne szó, hogy ezek a frissítések, újítások, amiket itt tudsz csinálni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok plortba kerülnek. És ezeket most eladom, tudom, abba a gépbe kéne beledobálni, de először legyen már egy kis pénzünk. Legalább tudjunk frissítéseket venni. És akkor tényleg ennyire szeretnétek a sorozatot, de most akkor már van kérésem. Ha szeretnétek ennyire folytatni, akkor ne az egyen, mert a Sims-nél szokott az lenni, hogy nagyon kéritek a Sims-et, és utána senki nem nézi meg, mert és írjátok nekem, hogy inkább ne legyen Sims. Na most akkor legyen vagy nem. Szóval, ha szeretnétek, hogy legyen következő rész, folytatás, akkor annyi kérésem, hogy tudom, mint akkor te visszamész a helyedre. Akkor mondjuk, mit tudom, én kérnék 3000 lájkot erre a videóra. Hogyha ennyire szeretnétek, úristen, azért beszökött oda. Megeszi a csirkémet, Isten itt. Fú, kezd elő elegem lenni belőletek, pedig még csak most jöttem vissza. Oda, essetek vissza be. Áó, na jó. Oké. Okay. Szóval letettünk még a nagyon múltkor, amikor az utolsó részt felvettük. Ide két ilyet. Jó, nem? Ezeket itt, és ezek most készen vannak. Ezt gyűjtötted? Egy kis jellystone. Hát, most ez jó vagy nem? Fogalmam sincs. Mert akkor most oda elsétálunk, mert úristen, már itt olyan kavalkád van. Ugye régen mindig az volt, hogy nagy slime, megeteted, új helyek nyíltak ki, hú de jó. De most már igazából nincs, nem is nagyon találtam nagy slime-ot. Lehet még az, hogy több férjen bele? 50, most van pénzünk, úgyhogy vegyük. Miért? Na végre! Úristen, na erre vártam! Most akkor ki tudjuk nyitni azokat a dobozokat? Na jó, ezt meg kell nézni. De végre erre már annyira régen vártam, jól lettem, a zöldet tudjuk kibontani. Szóval nem ide akartam jönni, de nem baj, itt van egy ilyen titkos átjáró, gyors titkos átjáró. Hanem, hogy végre ki tudjuk nyitni azokat a dobozokat. Úristen, de idegesített, hogy ott megyünk el egy csomó mellett, és azt se tudjuk, hogy melyiken mit lehet csinálni. Viszont ennek a plortja sokat ér. Szóval, hogy én itt bármit is vegyek, azt hagyjam, hogy itt meg kell venni, de utána még itt el kell készíteni is. Az elkészítése például csak egy ilyen trillnek, még a plortok nem is drágák, de figyeljetek a drónhoz. Honey, mi az a quantum plort? Nincs is. Mi az a Hunter plort? White Honey, Jellystone tudok szerezni, és idáig ennyi. Tehát hogyan szerezzek? Mi legyen, amit legközelebb megvegyek? Kérlek, aki kicsit jobban ismer a játékot, írja már rá, és akkor haladjunk együtt. Te kérlek szépen, gyere velem. Te rosszaság. Te. Ezekben nincsen plort gyűjtő? Ó, persze, hogy nincs. Ezek nagyon durva slime-ok. Hú, hát ilyen slime-ot ne készítsünk. Azt mondja, hogy kéne nekik egy magas fal, és kéne nekik egy plort korrektor, ez mindenféleképpen megesik, egy autofeeder is. És akkor ők mit tesznek? Neki ők... ők milyen slime-ok? Ők crystal slime-ok, vagy ad onion tesznek, vagy oka-oká. Tehát akkor ad onion-t, vagy oka-okát kéne nekik hozni. Na most, hogy van-e ilyen, vagy nem-e van-e ilyen? Mindjárt kiderül. Igazából, ja, itt van még mögöttem még egy karcsi spóló, most veszem észre itt a zöld háttérben. Ad onion, azt talán termesztek, vagy nem. Ez is, hogy alig gyerünk már, még megint letelt az energy-m. Oka-oka, ez mi? Ez heartbeat, ott írja felül. Mik vannak itt? Ó, az ott talán ad onion. Ez az. Ah, ez ad onion, na. Akkor ezeket végre kiszedhetjük. És akkor én beletörtjük. Azt hiszem, hogy van-e termesztésben? Van, hát. Igaz, répával, de... De jön néha az is, úgyhogy van már 28-29, nagyon jó. És itt? Ó, ez meg oka-oka, na tessék. Akkor most megetetjük őket oka-okával, aztán meg adunk nekik adanyönt az autofeederbe, beletesszük, és akkor végig lesz nekik fincsi kajájuk. Amúgy azt akartam nektek mondani, srácok, hogy tudtátok, hogy... Ti vagytok a legjobbak, Jaja. Nagyon imádom ezt a programot, és megint rossz felé jövök, szóljatok rám, hogy rossz felé jössz, Gergő. Oh boy, most hallottátok. Fie, dupla Gergő. Na, Mizu, most kétszer hallottok. Jó, befejeztem. Szó, adunk nektek oka-okát. Oka-oka, oka-iki, oka-oka. Ajajajajaj, nyugalom. Evet, mindegyik.
Jó, szerintem. Szerintem most már mindenki evett, és adanyomból több van, úgyhogy ezt berakjuk nekik. Mert ilyen, ezek a plortok még sokat érnek, ha jól veszem észre. Mert a kristály plortban biztos, hogy keveset adtam, hogy ebből még most sok pénzt tudunk nyújtani. Ezt is, meg a rat plort is elég sokat ér. De, ha jól emlékszem, ahogy múltkor itt felfedezgettem. Haha, és végre ki tudom nyitni. Úristen! Mennyi minden! Ezeket fel se tudom egyszerre szedni! Deep brine. Salt earth kind of stuff. Ó, várjál. Maradjatok itt, el ne tűnjenek. Szerintem ezt a pár oka-okát még bedobálom nekik, aztán hagy egyenek. Egyetek, srácok! Ez finom, ezt szeretitek. Ezeket gyorsan adom, és végre ki tudom nyitni! Na! Végre valami újdonság, valami izgalom, ami nem volt idáig, mert már ugyanazt és ugyanazt kellett csinálni folyamatosan. Szóval, kristályplortot, azt a drip brine-t azt szerintem nem is nagyon lehet eladni. Oj! De az nekem nem is baj, szerintem azt abba a gépbe lehet beletenni, és akkor ezek azok, amiket így keresni kell és bele kell tenni, hogy végre most már, végre ki tudom nyitni. Úgyhogy ezeket akkor én most gyorsan felveszem, és akkor dobáljuk is bele a gépbe. Gondolom, és megnézzük, hogy mihez kell. Jaj, de jó, hogy nem tűntek el. Hexacomb. Strange Diamond. És akkor én ezt gondolom... Gondoltam, hogy ezt ide bele lehet tenni. Jó, és akkor... Aha, például ehhez kellett a drónhoz. Na, akkor már csak White Honey. De akkor vannak még új slime-ok valahol, csak... Csak hol? Jaj. Na mindegy, keressünk egy-két ilyet. Mit szóltok hozzá? Menjünk be a barlangba. Erre menjünk? Menjünk erre. Szerintem is. Keressünk ilyen podokat. Vagy nem, menjünk az alapú... Jaj. Ez mi volt? Menjünk az alapúton. Mert csak szedjük fel ezeknek a plortjait. Menjünk az alapúton, mert ugye régen nem tudtuk kibontani ezeket a zöld... Ezeket a zöld valamiket. És most már ki tudjuk. Egy üres inventory-val neki is indulunk, csak töltődje már gyorsan. Mindjárt megnézem, hogy energy upgrade-et lehet-e venni. Boom! Energy upgrade. Oh. Hogy tudok itt például több upgrade-et unlockolni? Az is aludni kell? Ki tudja. Na. Menjünk és keressünk podokat. Itt a környéken. Pod? Halló? Pidi pod? Te mi vagy? Ezzel mit tudok csinálni? De s... Ezt nem engedte befogni. Mi van erre? Ja, csak ez. Öcsém, azt nem engedte befogni. Ezzel mit tudok csinálni, srácok? Ó! Oh! Pedig de jól nézett ki az az arany. Ó, oh, na már, itt alakulnak ezek a izék. Menj már innen. Csém, rosszul jövök ezektől. Na, most akkor figyeljetek, most, hogy itt körbenézünk, nyitott szemmel nézzetek ti is, és ha láttak, ó, de jó, hogy esteledik. Erre kell menni. Már nagyon rég voltam itt. Pedig annyi ilyen pod volt, amit nem tudtam kinyitni, és fogadjunk, hogy nem fogunk találni egyet sem, mert most akarunk találni, és ez mindig így van. Hogyha az... Áú, hogyha az ember akar találni podot, akkor nem fog találni podot. De ha nem akarok találni podot, akkor csak podot fogok találni. Áú. Ezek a nekem jönnek fontosan felrobbantanak. Pod. Egy pod sincs. Annyira tipik. Pedig nagyon sok pod van. Össze-vissza minden pod. Pitpod pad. Pidipod. Itt van, lesz egy teleport, nem? Aha, és erre mi volt? Nem is emlékszem, hogy itt jönnek a gonosz slime-ok, ha erre eljössz. És utána, úristen. Ú, erre, na ez, erre, derég voltam már itt, hát ha lesznek podok. Mert emlékeztek, hány podot akartam mindig kinyitni, sose tudtam, és mindig írtátok, hogy így meg úgy. De most már végre megvan. Pedig csak hallgatnom kellett volna rátok, mi? Na, pid, pod.
pad. Ó, ez éjszaka, hogy világít. Na, természetesen kéket találtam, nem zöldet, de nem baj. Nem adjuk fel. Keressük tovább a zöldeket. Oh boy, már eltévedtem. Na, és végül is csak itt sétáltam el mellette. Na, ebbe mi lesz? Tisztára, mint egy unboxing videó. Jókat. Most ez mi? Ez most... Ne szivass. Ez mi volt? Ebben most ilyen rózsaszín fű volt? Ezt most jól láttam? Ez a pol... Na jó, én teljes mértében fejlégesítettem magam. Ez komolyan rózsaszín... ti is jól... jól láttam? Tényleg az az ajándék, hogy rózsaszín fű? Na jó van, srácok, ez volt újra a Slime Rancher epizód. Ha tetszett nektek és szeretnétek még egyszer akkor folytatást, akkor kérek szépen veressetek egy óriási lájkot erre a videóra, ezzel jelezve, hogy igen, Gergő, csinálj még, és segítsetek, hogy miben haladjunk tovább, mert egyszerűen én magam sem tudom. Úgyhogy ha van ötlet, tipp, trükk vagy valami, akkor légy szíves, írjátok le a komment szekcióba, úgy mint mindig ott leszek a komment szekcióba, olvasok, szívezek, válaszolok, stb. Úgyhogy rengeteget tudtok segíteni a sorozatnak is, és nekem is, meg akár magatoknak is, hogyha szeretitek a Slime Rancher sorozatot. Úgyhogy még egyszer, srácok, ne felejtjétek el, itt napigrásságos videók vannak, ide érdemes feliratkozni, úgyhogy találkozunk holnap, és minden egyes nap 18:00-kor. Sziasztok!